Nyugodtan, tehát tényleg ami probléma van. Sándornak a lehetőséget szerintem. Sándor, tiéd a pálya. Átalakulunk sajtóltal. Nem akarom senkit elvenni az időt. Egy konstruktív kérdésem lenne, bármennyire is ez furcsa hangzik. Én igyekszem az ellentétes feleket néha összehozni. Nem mindig, csak sikerül. Most azt kérdezném, megütötte a fülemet ez a középvárosi méretű program, tehát ami éppen kimaradt, se magyar falu, se modern városok, hogy mintha ezt hallottam volna már korábban is, tehát hadd fogalmazok úgy, hogy meg lehetne találni a különböző ideológiájú képviselő jelöltek között a legkisebb közös többszöröst, vagy a legnagyobb közös osztót, most nem tudom melyik a helyes kifejezés, hogy mind a kettőjüknek, vagy mind a kettőjüknek van elképzelése a jövőről, és ez nagyon sokszor egybe is cseng. Szóval tudom, ez egy naív kérdés, de miért nem lehet egyesíteni az értelmes érrendszereket, és miért kell mindenképpen a másiknak a vesztére játszani? Tudom, a politika ezt megköveteli. Nem tudom. Nem Sándor, ha egyetlen mondatot idézel most itt ebből a mai estéből, amiből arra következtetsz, hogy én a Rizajos vesztére játszom, mert én tudok olyat idézni, amikor Rizajos rólam mondott hazugságot, de én itt egyetlen hazugságot nem mondtam rá, és nem játszottam a vesztére. Ezt úgy általában gondoltam. Tehát de ne általában, általában mindannyian okosak és szépek vagyunk. Vegyük egyenként a dolgokat, Sándor, vegyük ezt az esetet. Én egyébként körülbelül 2 éve képviselem a kormánynál azt az elképzelést, hogy az Európai Uniós programoknál, sőt szerepel is az Észak-Dunántúli gazdaságfejlesztési stratégiában a versenyképes járások című alprogram, ami kifejezetten a járásszékhelyeknek a térségi feladatellátási funkciókból adódóan fejlesztési forrásokat tenne. Én abban bízom, hogy az elkövetkező ciklusban, egyrészt abban bízom, hogy az elkövetkező ciklusban is kormánypárti képviselő leszek, másrészt pedig abban bízom, hogy ki tudunk alakítani egy olyan programot, ami a járásszékhelyeknek segít ebben, mert egy járásszékhely nem csak saját magával kapcsolatban és nem csak a saját polgáraival kapcsolatban lát el feladatokat, hanem ugye több településsel kapcsolatban, ezt szerintem anyagilag meg kell erősíteni és ezt honorálni kell. Hogy mások egyébként a kétfarkú kutyapárt, a Mi Hazánk, vagy adott esetben a Jobbik, vagy DK, most nem is tudom egészen pontosan melyik, milyen véleményeket mond, az én örülök, hogyha csatlakoznak a mi véleményünkhöz és támogatják, azt majd meglátjuk a parlamentben, amikor erről kell szavazni, hogy mi a véleményük. Eddig nem azt láttam, hogy egyébként olyan nagyon támogatóak lennének. És csak hadd szóljak én is egy mondattal, elég jó gondolatához hozzám. Én lehet, hogy rossz helyen vagyok, vagy nem értelmeztem jól a mondatát Léko úrnak, de én a mai este azt kaptam üzenetként, hogy ön egyébként a konstruktív együttműködés híve. És azzal, hogy a polgármesterünk, aki egyébként nagyon sokat tett valóban a Ajka város fejlődése érdekében, amit el kell ismernünk. És ezt köszönjük neki is, és köszönjük önnek is, hogy ezt a folyamatot egyébként ezt tovább kívánja folytatni, és a konstruktivitást az pedig tovább vinni. Úgyhogy picit úgy nem értettem Léko úrnak ezt a kérdését. Félreértetően fogalmaztam, hogy általában gondoltam arra, hogy a magyar politika élet, ugye mert a parlamentarizmus az a pártrendszerre épül, és a pártok gyakran most a jelenlegi kutatók. Mi dolgoztunk ezért, Sándor, hogy végre, kigyógyult békát, ne egy pártrendszerre épüljön, hanem több. Világos, de hogy ne kigyógyult békát kiabálják egymásra, hanem az értelmes emberek fogjanak össze. Erről szólt a karácsony előtti jegyzetem is, amit hallottam Tibornak személyesen, és erre törekednék én, hogy ezt szeretném én, és nem az, hogy ennél is a félreértető volt, nem azt mondom, hogy a Tibor most ekézi a Réglajos, mert erről szó sem volt tényleg. Csak általában egy pártnak a stratégiájában benne van, hogy meg kell különböztetni más pártottól, és ennek óhatatlan következménye, hogy rosszakat is mond a másik. Igen, köszönöm szépen, hogy ezt el tetszett mondani, és az lenne a kérésem, hogy a folyóiratába, illetve a közleményébe ezt is jelenítse meg. Ha folyamatosan olvassa, akkor ez benne van. És jó. És Sándor, csak annyit mondom, hogy mindannyian főszereplők vagyunk, ez a demokrácia szépsége. Hogy egy lépéssel lépjünk át a határvonalon, és akkor mondjuk azt, hogy húsevők kontra vegetariánusok.
fölre tudnak menni, nem? Szőkék kontra feketék. Ha? Fölre tudnak menni. Bélyeggyűjtők kontra pecások. Sőt, pecások kontra úszók a Balatonban. Tehát annyi olyan van, ami miatt nem a politika az egyetlen. A politika csak talán annyiban különbözik a többitől, hogy a politika integrációs formákat ad arra, hogy kulturáltan el tudjuk mondani, hogyha valamiben nem értünk egyet. Már aki kulturáltan tudja elmondani, sajnos nem mindenki tudja kulturáltan elmondani. De lehetőséget legalább megadja a politika arra, hogy leülünk, és megvitatjuk a dolgokat. Mi az ember egyetértünk, mi az ember nem értünk egyet. Schwarz Bélával is biztos, hogyha leülnénk, tudnánk arról is beszélni, hogy mi az ember nem értünk egyet. De mind a ketten okos emberek vagyunk, tudjuk, hogy sokkal előrébb jutunk, ha nem arról beszélünk, amiben nem értünk egyet, hanem arról beszélünk, amiben egyetértünk. És itt Ajka egy nagyon jó példa arra, hogy egy MSZP-s és egy Fideszes igenis tud egy közös cél érdekében dolgozni, még akkor is, hogyha Schwarz Béla egyébként a választási gyűlésen elmondja, hogy Rieg Lajosra kell szavazni. Nem veszem a szívemre, nem mondom azt, hogy Béla, hát nem ezt ígérted nekem, mert nem ígért nekem semmit, és nem azért teszem azt, amit teszek, hogy mellettem kampányoljon Schwarz Béla, mert nem tudom, hogy melyik önklet lenne az rosszabb egyébként. De úgy gondolom, hogy mindettől függetlenül ilyenkor az ember persze tudomásul veszi, hogy különbözők vagyunk, ő Rieg Lajosnak szurkol, én meg Ajkának. Ez a különbség.